A Tolnamegyei Szakképzési Központ iskola rendszerének legnagyobb intézménye a Szekszárdi Ady Endre Technikum és Kollégium. Az iskola vezetésének célja, hogy olyan szakember utánpótlás hagyja el az oktatási intézményt, amelyik a munkaerőpiac igényeinek megfelel, mondja Juhász Gábor igazgató. Mindig is célunk volt az, hogy kiszolgáljuk a régiónak, illetve a térségének azokat a munkaerő igényeit, amik az itteni vállalkozások fejlődéséhez, fenntartásához szükségesek. Ez a kapcsolat ez folyamatos a vállalkozások, illetve az iskola között, pont ezért a képzési kínálat alakításában a Tolnamegyei Szakképzési Centrum abba az irányba motiválja az iskolákat, hogy ezek legyenek a fő csapás irányai, tehát a mi képzési kínálatunk elsősorban az itteni igényeket próbálja meg kielégíteni. Ez gyakorlatilag 8 ágazatban, nagyjából 20 féle szakmában kínál jelenleg lehetőséget a pályaválasztó fiataloknak. Hajlamosak vagyunk pályaválasztónak tekinteni az általános iskolát befejező gyereket, ami igaz is, mondja Juhász Gábor, de emellett számos esetben találkoztunk már szakmával rendelkező fiatal felnőttel, sőt az idősebb korosztály tagjaival is, akik új vagy meglévő szakmájuk mellé további képzést keresnek. A nyolcadikosoknak a felvételi időszakban már nagyon sok lehetőséget próbáltunk mutatni abban az irányba, hogy mi az a szakma, amit ő jól tudna csinálni, mi az a szakma, amit érdemes lenne csinálni, és hát mi az a szakma, amit érdekli. Sokan nem tudják, mi érdekli őket, de egy-két próba után rájönnek, hogy melyik az, amelyik nekik alkalmasabb, és akkor a kedv is nagyobb természetesen. Nyilván a szakképzésben való tanuláshoz, most akár a technikum, akár a szakképző osztályban való tanuláshoz, az ösztöndíj rendszer az nagyon nagy motivációt jelent. De én azt szoktam mondani, hogy nem az ösztöndíj az elsődleges motiváló erő. Természetesen nagyon-nagyon nagy segítség a családoknak, és nagyon nagy segítség lehet a tanulásban is az, hogyha ha havonta rendszeresen az elvégzett munkáért egy juttatás kapcsolódik. Hova tud jelentkezni az, aki mi hozzánk jön? Elmondtuk a pályaválasztási rendezvényeken, szülőértekezleten, osztályfőnöki órákon, a nagy szakmaválasztón, a nyílt napon, hogy mik a lehetőségeink. Sőt, nyílt napot még január 13-án pénteken is tartunk, nem vagyunk babonásak természetesen. Ha valaki még nem tudta eldönteni, mit szeretne, ott kaphat egy újabb motivációt, egy újabb ökést ebbe az irányba. A technikumba 5 éves képzésekre lehet jelentkezni, a szakképző iskolai osztályba pedig 3 éves képzésekre lehet jelentkezni. A technikumban az 5 éves képzés annyit jelent, nagyon sokszor elmondtuk már, de mindig van új bekapcsolódó résztvevője a rendszernek, hogy 5 év alatt sajátítja el a szakma fogásait. Ez azt jelenti, hogy 5. év végén van egy technikus bizonyítványa a tanulónak, amihez egy érettségi bizonyítvány is kapcsolódik, vagy egy érettségi bizonyítvány, ez egy technikus bizonyítvány is kapcsolódik. Igazán a lényeg az, hogy érettségi és technikus bizonyítvány egyszerre szerezhető meg. A megszerzés rendszere megváltozott a hagyományos folyamatokhoz képest. Most a 4. év végén az érettségit csak elkezdik a diákok, és 5. év végén fejezik be, ahol a szakmai tárgy emelt szintű érettségének számít és technikus vizsgát jelent gyakorlatilag, így adódik össze az érettségi és a technikus bizonyítvány egyszerre. Aki ezekben a szakmákban végez, azok gyakorlatilag tudnak jelentkezni informatika és távközlés, elektronika és elektrotechnika, gépészet, specializált gép és járműgyártás ágazatokban, szépészet ágazatban, honvédelem, illetve rendészet és közszolgálat ágazatokban. Akik ezekben jelentkeznek, azok már megszokhatták, hogy ez a képzéskínálat ez mindig megvan. Ebben az évben kiegészül, újra visszajön az építészet ágazat, ahol nyilván a régen és jól megszokott magas épülő technikus szakmát is meg lehet majd szerezni. Ezekben az ágazatokban és ágazatokra jelentkezünk, a 10. évfolyam végén van szakmaválasztási lehetőség. Hogy ezek micsodák, ezt most nem sorolnám föl, mert nagyon sok rétű, de az ágazat a lényeges, ha valaki ágazatra jelentkezik, akkor 10. évfolyam végéig ő megtanulja az ágazati alapokat. Az ágazati alapoknak a megtanulásáról ő tesz egy vizsgát, egy ágazati alapvizsgát, bebizonyítja azt, hogy ő tudja, és utána lesz lehetőség arra, hogy a szakmai részt, a szakirányú részt ő megtanulja, és a szakma fogásait megszerezze. Ennek a lehetősége iskolán belül és iskolán kívül is adottak, tehát a duális szakképzés, a munkaszerzésnek a feltételei megvannak. Magában a szakképző iskolában ott az ágazatok egy picit szűkebbek, de a szakmák választéka pedig nagyobb. A szakképző iskolában jelentkezők részére az ágazatok száma szűkebb, ugyanakkor a szakmák választéka bővebb. Itt a 3 éves szakma a megszerzés, a szakma szerzése a fő célunk. A 3 év után tesz majd egy szakmai vizsgát a vizsgázó, és utána, hogyha akar, akkor természetesen érettségizhet, tanulhat második szakmát, ami neki igénye, illetve lehetősége lesz.
ami mindenképpen biztosít, a 9. évfolyam végén fogja megszerezni az ágazati alapvizsgát, és utána tud majd a szakmai irányba elmenni. Itt a duális szakképzés munkaszervezésnek a részaránya gyakorlatilag a 100%-ot közelíti 10. évfolyam és 11. évfolyamban. Tehát a tanulók nagy részt munkahelyi környezetben tanulják meg a szakma fogásait. Gyakorlatilag a múlt héten jutottunk rá, hogy 100 duális partnerrel dolgozunk együtt, tehát 100 olyan munkahely van, aki tanulókat foglalkoztat valamilyen formában a képzésekben. Mire jelentkezhet az, aki a szakképzés területét választja? Építészet ágazatot választhatnak, ide tartoznak nyilván az építőipari szakmák. A specializált gép és járműgyártás ágazatot választhatják, ahol a közlekedési szakmákat találjuk. Elektronika, elektrotechnika, villamosipari szakmákkal természetesen. És ami pluszban megjelenik, és eddig itt nem volt, ez a rendészet és közszolgálat ágazatnak a rendészeti őr szakmája. Azoknak ajánljuk, akik úgy szeretnének a rendészeti területen dolgozni, hogy azt gondolják, hogy az érettségi jelenleg nekik egy kicsit sok, vagy a technikus vizsga. Így egy alacsonyabb szintű belépéssel egy nagyon jól kamatoztatható tudást szerezhetnek meg a rendészeti ágazatban a tanulók. Aki még nem döntött a tovább tanulás irányával kapcsolatban. Nyilván nagyon sokat gondolkodott mindenki már rajta, de még lehet, hogy még vannak döntési helyzetek. Azoknak ajánlom a január 13-án nyílt napot mindenképpen. Ha ez az időpont nagyon kötött, akkor személyesen, vagy telefonon, vagy e-mailben az iskolát bármikor el lehet érni, és természetesen válaszolunk a felmerült kérdésekre. Hogyha ha szükség van személyes beszélgetésre, akkor arra is nyitottak vagyunk természetesen. Nagyon fontos egy jó választás, mert utána az átjárhatóság ugyan biztosított, de nyilván ennek a keretei azért viszonylag kötöttek. Tehát, hogyha valaki most jól választ, akkor azzal időt, energiát spórolhat, és óriási motivációt nyerhet. Ez a motiváció, ez az legyen, ami az ő érdeke, és ne az, ami a barátnő, a környezet, a barát, vagy éppen a Facebookon terjed. Tájékozódjon alaposan, ez a leglényegesebb, azt gondolom. Tájékozódjon Facebookon, tájékozódjon személyesen, tájékozódjon a honlapokon, a kiadványokból, és jön el személyesen beszélgetni, hogyha erre szükség van, ne csak ide, bárhova természetesen. Egy jól megalapozott döntéssel egyenes útra lehet állni, hogyha ez nem sikerül. Akkor is vannak mozgási lehetőségek, de azt gondolom, hogy az elsődleges választás legyen a legjobb, hogyha lehetséges.